A bajnokság kezdetéhez közeledve sorra rendezik a felkészülési tornákat a csapatok, az elmúlt hét végén a nyíregyházi kosársul is szervezett egy 3 korosztályt érintő tornát. A gyerekeknél 4, a tiniknél szintén 4, a serdülőknél pedig 5 csapat mért össze tudását, utóbbiaknál egy kolozsvári együttes is pályára lépett. Ilyenkor minden csapat már ilyen felkészülési tornákat rendez, tehát ezen a hétvégén nagyon sok helyen az országban felkészülési tornák voltak, Pécstől kezdve Budapestig, különböző korosztályokban és különböző nemekben is, nyilván mi a lányoknál vagyunk érintettek. Akik eljöttek, azok szerencsére jól érezték magukat, és bízunk benne, hogy a jövőben is elfogadják a meghívásunkat. Hát a másik oldala nyilván az anyagi oldala, de hát ott szerencsénk van megint csak, mert találtunk olyan támogatót, aki felmérte, vagy felismerte azt, hogy igenis a gyerekeknek szüksége van arra, hogy sportoljanak és kosárlabdázzanak. Így a támogatóval sem volt különösebben gond. Felkészülési tornáról lévén szó, az edzők elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy a játékosoktól mit látnak viszont a pályán az elmúlt hetekben gyakoroltakból. Az eredmény az azért nem lényeges, mert tényleg egy korosztályunkban a legjobb csapatok vannak itt. A Török Flóri és Budapestről minden korosztályban országos döntős, A-döntős volt. Ennek ellenére most úgy néz ki, hogy a serdülőbe előttük végzünk, de ez mind azért van, mert 4 játékosuk a meghatározók közül, az fönnmaradt a kadett tornán Budapesten. Tehát ilyen értelemben az eredmény az nem meghatározó és nem mérvadó. Sokkal fontosabb az, hogy amit eddig elvégeztek munkát, az mennyire látható és mennyire eredményes a pályán. A mérkőzéseken azért természetesen számolták a pontokat. A gyerekkorosztályban a debreceni Zicser Tigrisek csapata, a tiniknél a DVTK Miskolc, a serdülőknél pedig a nyíregyházi kosársuli végzett az éren. A torna zárásaként az NKS felnőtt csapata is pályára lépett, és 50 pontos győzelmet aratott a Szolnok ellen.